Kedves testvéreim! Van egy meghökkentő figyelem, amely ilyenkor, különösen is az evangéliumi szakaszokra irányul húsvétkor. Ha figyelmesen olvassuk ezeket a tudósításokat, megdöbbenhetünk. Ugyanis a dicsőség szó egyáltalán nem szerepel ezekben a beszámolókban. A fény csak akkor vetül húsvét szent titkára, amikor Jézus már nincs jelen. Szinte önkéntelenül is hozzá vagyunk szokva, hogy húsvét az valami nagy fényesség, dicsőség, hatalom és győzelem. De milyen fontos, hogy egyetlen szó sincs az evangéliumok tudósításában mindenről. A legtöbb fényesség csak akkor jelenik meg, amikor az az egy vagy két angyal segít tájékozódni, vagy az asszonyoknak, vagy az apostoloknak. De a közelébe sem ér ez a fényesség ahhoz, amit karácsonykor hallunk és tapasztalunk, dicsőség a magasságban Istennek. Az angyalok karácsonykor teljesen egyértelműen beszélnek. Itt, a föltámadáskor szinte minden elrejtőzik. Jézus az, aki elrejtőzik. De ne csodálkozzunk ezen. Már Betlehem, a születés eseménye is pontosan ilyen. Keresi őt Heródes, sokan keresik, de csak az egyszerű szív találja meg. Már a születéskor elrejtőzik. Ugyanúgy rejtett életet él 30 éven keresztül. A názereti dolgos évek Jézusnak a rejtett évei. Senki nem tud róla. És milyen fontos, hogy a történet keretének a vége, Jézus életének a pecsétje a sír volt. Szintén ugyanez az elrejtőzködés. A kősír, ahol már nincs élet, ahova be van zárva minden reményünk, a földbe vetett mag. Jézus olyan lesz a kősírban, mint a földbe vetett mag. Elrejtőzködik. És a mai evangéliumi szakaszban ezzel az elrejtőzködéssel látszólag nem nagyon tudnak mit kezdeni a szereplők. Ott van Mária Magdolna, aki félénken megy a sírhoz, aki ijedt, és ezzel az ijedtséggel megy vissza az apostolokhoz. Nem tudjuk, hová tették a mindenkit. Péter és János, és nyilván a többi tanítvány is, bezárkózottak, félelemmel teljesek, és amikor elindulnak, akkor is csak a meglepődés van az arcukon. Nem tudjuk, hogy ez az asszony mit hebeg-habog össze-vissza. Az asszonyoknak egyébként sem kell hinni. Az ő tanúságtételük nem hihető abban a korban. És itt van a kulcs. Az egész történetnek, sőt, az összes húsvéti beszámolónak lényegében ez a kulcsa. Egy bátorság. Az a bátorság, hogy Péter, majd azt követően János mernek belépni a sírba. Ez a bátorság aztán eredményezi ezzel a rejtettséggel való találkozást. Csak a leplek és semmi más. Ez az Úr elrejtőzködése. Ha nem lépnek be, akkor nem találkoznak ezzel a csendes Jézussal, aki van is, meg nincs is, aki elrejtőzködik. Ha nem lépnek be, ha nem olyan bátrak, akkor nem tudnak elmenni és hírt vinni a többieknek. Ez a személyesség és ez a találkozás akkor hiányzik. És ha nem lépnek be, ha nem találkoznak ezzel a rejtettséggel, ha nincs meg a találkozás a többiekkel, akkor a hitet nem tudják továbbadni. És ha ők akkor, 2000 éve, nem adták volna tovább a hitet, akkor ma itt mi nem lennénk jelen.
Az élő Jézus, aki ugyan elrejtőzködik és csöndben van, mit eredményez? Egy élő egyházat, ami továbbadja nemzedékről nemzedékre, hogy Krisztus él, föltámadt. És milyen érdekes. Tekintsünk csak egy picit mai világunkra ezzel kapcsolatban. Ma nem, de nagyon sokszor azt látjuk saját köreinkben, hogy nem merünk belépni a kősírba, hogy valamiképpen nincs elég bátorságunk ezt az alapvető lépést megtenni. Mit jelent ez? Hol tapasztalhatjuk ezt? Kicsit ott, amikor megelégszünk azzal, hogy van egyfajta látvány kereszténységünk, van egyfajta nyilvánosságunk, ami persze jó is, de óriási felelősséggel jár. Ez, mondhatom így is talán, a látványegyház, ez a kultúrkereszténység. Ez az, aminek ugyan vannak intézményei, amelyek lehet, hogy nyernek óriási pályázatokat, de ezekből önmagában még nem születik hit. Ha csak ennél leragadunk, akkor innen nem tudunk tovább lépni a személyes szintre, ahogy Mária Magdolna elment az apostolokhoz, ahogy az apostolok elmentek a többiekhez ott Jeruzsálemben. Akkor csak a látszat és a felszín marad. Akkor ott toporgunk az üres sír előtt. Ez még a halott Jézus. Ha ott maradunk az üres sír kapujában, akkor nem tudunk találkozni az élő Úrral. És hogyha a halott Jézussal foglalkozunk, akkor halott egyházunk lesz. Az egyháznak az igazi arca, az egyháznak az igazi esélye és az igazi élete az a bátorság, amely belép oda, ahova senki más nem lép be. Azt is mondhatnám, belépni az alvilágba, belépni a perem vidékekre, belépni oda a rejtettségbe, ahol senki nem gondolja, hogy ott van az Úr. És csak innen tudok majd tovább menni. Csak innen tudok a családokban, a szülő vagy a nagyszülő egyáltalán arról beszélgetni, hogy mit is jelent a mi hitünk. És ez itt már döbbenetes módon, testvéreim, a mi saját feladatunk és felelősségünk. Ha ma még vannak szülők, ha ma még vannak nagyszülők, akik odahaza, személyesen tudnak beszélgetni gyerekeikkel, unokáikkal erről a misztériumról, arról, hogy mit is jelent a megváltás, a mi hitünk, az egyház, az Úr Jézus, csak ez fogja tovább éltetni a hitünket és kereszténységünket. Hogyha elkényelmesedünk, hogyha fásultak vagyunk, hogyha értektelenek vagyunk, vagy ha közömbösek, akkor nem fogunk eredményeket elérni. Ez már utolérte az európai egyházat, utolérte az észak-amerikai egyházat jó részben, és rajtunk múlik, hogy saját személyes életünkben mindent megtegyünk annak érdekében, hogy minket ne érjen utol. Ez a találkozásnak az ereje, ez a rejtettségnek az ereje, ez a bátorságnak az ereje. Csak így megkérdeztem magamtól, hogy vajon nem ezt jelenti a nagy szombat? Vajon nem ezt jelenti belépni a sírba, hogy elmegyünk azokhoz az emberekhez, akik látszólag az alvilágban vannak? Nem ez a nagy szombat, hogy a perem vidékekre egészen bátran, a rejtett helyekre elvinni az Úr Jézust? Vajon amikor segítőimmel a szociális otthonok szobáiba, vagy a kórháznak a kórtermeibe belépünk, vajon nem a kősír ridegségébe lépünk be? Amikor tapasztaljuk a szagokat, vagy az infúziót, vagy a vért, vagy bármi mást, akkor ez nem ugyanez a tapasztalat? Vagy amikor kiosztottuk a nagybőjti, vagy akár az adventi karácsonyi szeretett csomagokat, és egészen személyesen elmentünk akár Honvédba, és ott időt töltöttünk azokkal a rászoruló családokkal,
a saját otthonukban, és beszélgettünk és imádkoztunk, akkor ez vajon nem a rejtőzködő Istennek a tapasztalata? Ez vajon nem a kősírnak ez az alvilág tapasztalata? Vagy egy héttel ezelőtt nagyon sokan itt voltunk, virágvasárnap láthattuk, tapasztalhattuk, amikor azok a fiatalok, akik még megkeresztelve sincsenek, előadnak egy passiójátékot döbbenetes erővel, akkor ez nem ugyanez a tapasztalat? Az egyik fiúval beszélgettem az előadás után. Szakadt farmer, szakadt póló, kint cigarettázik, és megkérdeztem tőle, hogy na milyen volt így benne lenni? Mégis, hogy érezted magad ebben a passiójátékban? És hihetetlen volt, amit válaszolt. Azt mondja, az egész előadás alatt nem mertem fölnézni, nem mertem ránézni a hívekre, az emberekre, mert egy kicsit féltem, de a legvégén, amikor már itt az utolsó jelenet volt, és már nem volt mondatom, nem volt szerepem, akkor ránéztem az arcokra. És láttam sok embert könnyezni. És ez a kereszteletlen fiatalember, aki ott él a peremvidékeken, ki tudja hol, aki szakmunkás, akit nagyon sokszor leírunk, hogy hol van ez a templomból egyébként, ez megfogalmazza magának ezt. És ki tudja, milyen magok ültetődnek el benne egy-egy ilyen előadás után. Kedves testvéreim, azt hiszem, hogy ez a rejtőzködésnek az ereje. Ez az az Isten, akit látszólag nem veszünk észre, de mégis dolgozik. És ehhez egyetlen egy dolog kell, egyetlen egy bátor lépés, belépni a sírba. Befejezem, mégpedig egy olyan verssel, amelyet egy olyan fiatalember fogalmazott meg, aki ebben a rejtőzködésben él. Fiatalon megszólította őt az Úr, szerzetes lett, mégpedig olyan szerzetes, aki szinte egész életét csöndben tölti. Ezt a verset fogalmazta meg, ugyanerről a bátorságról és ugyanerről a rejtőzködésről. Van egy másik világ, létezik. A tenger alatt, a tenger fölött, a zúgó hullámok mögött egy másik világ rejtezik. Aki ismeri, nem beszélhet róla, mert ez a legnagyobb titok. Takarjátok el arcotok, ha mégis eljönne az Úr. Én láttam, és szemem elvakult a nagy fénytől, amely ott ragyog. Azóta néma és vak vagyok. A kulcs a tengerbe hult. Ha tudnád, ha csak megsejtenéd, hogy a felszín alatt mi rejtezik, van egy másik világ, létezik, és egyre csendesebben hint feléd.